Legkevesebb 8 ember meghalt és több mint 20 megsebesült pénteken egy újabb orosz rakétatámadásban a kelet-ukrajnai Bakhmuthoz közeli Szlovjanszkban. A helyi kormányzó szerint többen a romok alatt rekedtek, miután rakéták csapódtak be a város több épületébe. Mindeközben az orosz és az ukrán hadsereg több tucat elesett katona holttestét cserélte ki. Kijev 82 katonáról adott hírt, Moszkva nem közölt számokat. Legkevesebb 5 ember meghalt és 15-en megsebesültek péntek délután egy orosz rakétatámadásban a Donyecki Szlovjanszkban, közölte a terület ukrán kormányzója. A mára már mindennaposnak mondható robbanásokban további 7 ember rekedt a romok alatt. Az áldozatok között egy 2 éves gyermek is van. A kanapén feküdtünk, amikor robbanást hallottunk, kirohantunk a folyosóra, aztán megint robbant valami. A férjem a gyerekkel bevitt minket a fürdőszobába és betakart minket. A falak ekkor mindenhol elkezdtek omladozni, és a csempék a fejünkre estek. Aztán jöttek a katonák és kimentettek bennünket, mondta Irina, az egyik túlélő. Bakhmut. Az egykor több mint 70 ezres város nevét az egész világ megtanulta. A város ostromát az első világháborús vérszivattyúkhoz hasonlítják. Bakhmutért 13 hónapja folytat áldász küzdelmet az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz erők már a város 75%-át elfoglalták, és nemrég arról tettek bejelentést, hogy teljesen körbezárták a települést. Míg Moszkva szerint Bakhmut elfoglalása megnyitja a lehetőséget a jövőbeni offenzívák számára Ukrajna szerte, addig Kijev és a nyugat szerint a szétlőtt városnak csak szimbolikus jelentősége van. Minden esetre a szakértők szerint a kelet-ukrajnai település több mint egy éves ostroma alatt mindkét oldalon több tízezren esettek el. A nemrég kiszivárgott amerikai titkosszolgálat iratok szerint Bakhmut példája jól mutatja, hogy egyik fél sem nyerheti meg ezt a háborút. A nagyobb vesztes azonban Ukrajna lehet. Ezt a háborút nem tudja Ukrajna úgy befejezni, hogy minden területet visszavesz. Tehát a Foreign Affairs-ben nemrég jelent meg egy nagy cikk erről, ami nem azt jelenti, hogy hivatalosan föl kell adni ezt a területet egész, mert ugye a békeszerződésben hivatalosan adná föl, hanem elindulna egy békefolyamat, de akkor is véget érne a háború. Tehát többen mondják ezt. Most már olyanok is, akik közel állnak az amerikai adminisztrációhoz, tehát Biden elnökhöz. Demko Attila hozzátette, a tavaszra ígért nagy ukrán és orosz támadásnak is mindent eldöntő jelentősége lehet. A háború eszkalációjára figyelmeztetett a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy minden héttel romlik a helyzet, és tovább nő a nukleáris fenyegetettség veszélye. A világháború lesz, a atomháború lesz, és az a jó Isten mentse meg bennünket ettől. Én nem akarom azt mondani, hogy ez hónap reggel bekövetkezhet, de az eseményeknek a lejtése, a ritmusa, a menetiránya az ebbe az irányba mutat. A miniszterelnök arról is beszélt, a kormány nem fogja hagyni, hogy az Európai Unió vagy akár az Egyesült Államok belesodorja hazánkat a háborúba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mi magyarok a béke oldalán állunk és ott is akarunk maradni. Mi nem fogjuk megengedni, hogy belepréseljenek, beleszorítsanak bennünket egy háborúban. Nem fogunk fegyvert szállítani, és nem veszünk részt egy olyan konfliktusban, amely nem a mi háborunk. Egyre kevesebben értenek egyet a háborúpárti nyugattal, ez derül ki a 21. század intézet legújabb elemzéséből. Hangsúlyozzák, a világ legtöbb országa hazánkhoz hasonlóan a mielőbbi békét szorgalmazza, amelyet szerintük a konfliktus tompításával és nem a kiélezésével lehet elérni.